Ő egy hónapja nevezték Günther Hírebrovot Tomás Doll helyett a Fradi kispadján. Elsősorban miben látod a két edző közti különbséget? Nyilvánvalóan minden edző más, és minden edző mást követel, másfajta elképzelései vannak a játékról, és arról, hogy hogyan tud egy csapat eredményes lenni. Mi most arra helyezzük a fő hangsúlyt, hogy struktúrában gondolkodjunk, és mindenki pozícióban legyen, mindenki tudja azt, hogy milyen szituációban hol kell helyezkednie, hol tudjuk felvenni a labdákat, hol tudunk labdát birtokolni, hogyha labdavesztés van, akkor milyen helyeken tudjuk azt visszaszerezni, kinek hol kell nyomást gyakorolni az ellenfélre. Úgyhogy igazából most egy picit azt gondolom, hogy talán jobban megtervezett és jobban tudatos a játékunk. Természetesen szeretnénk dominálni minden mérkőzésen, és biztos vagyok benne, hogy a játékosok is így vannak ezzel. Nem én voltam az edző az előző szezonban, tehát még sok felkészülési meccset kell játszanunk, lépésről lépésre kell haladnunk. Az a legfontosabb, hogy a játékosok fejlődjenek. Biztos vagyok benne, hogy időben minden meccsen dominálni fogunk, legalábbis megpróbáljuk. Mennyire sikerült már elsajátítani ezt a játékstílust, amit Rebrov mester próbál meghonosítani itt a Fradinál? Hát én azt gondolom, hogy azért minden mérkőzésen látszik az, hogy előre lépünk, és jobban tudjuk azt nyújtani, amit ő elvár tőlünk. Sajnos ez még a rúgott gólok számában nem jelentkezett itt a hétvégén sem, de ettől függetlenül szerintem a játékkal nem volt probléma, különösen ugye a második fél időben szerintem nagyon jól játszottunk, megtaláltuk azt az egyensúlyt, amivel labdát tudunk birtokolni, helyzeteket tudunk kialakítani, viszont mégsem nyílunk ki, és mégsem engedjük az ellenfelünket gólszerzési lehetőséghez. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfőbb feladatunk, és egy olyan csapatnak, aki ugye főként támadólag lép fel, ez az egyik legnehezebb feladat, hogy megtalálni azt az egyensúlyt a játékban, hogy hátul stabilnak maradni, viszont emellett tényleg kreatívan és sok helyzetet kialakítva játszani. Yeah, we try and modulate, of course, every game, but... Természetesen próbálunk minden meccsen úgy játszani, de hogy a Vidi elleni játékon is látszott, nagy nyomás alatt voltak a fiúk, nem tudom miért, nehéz ezt elmagyarázni. De amikor meccsnap van, ez a nyomás nem engedi, hogy kihozzák magukból a maximumot, és ez a probléma. Az edzéseken nagyon jól teljesítenek, de amikor pályára lépnek, célponttá válnak a nagy nyomás miatt. Azért edzünk, hogy megszűnjön a rájuk nehezedő nyomás, és megmutassák, mit tudnak. Milyen érzés volt több mint 20 ezer ember előtt játszani itthon hazai pályán? Nagyszerű hangulata volt a mérkőzésnek, nagyszerű élmény volt mindenki számára. Gyakorlatilag ugye erre várunk hétről hétre, hogy teli lelátók előtt tudjunk pályára lépni. Örülök neki, hogy ez most sikerült. Bízom benne, hogy a szurkolóink nagy része szombaton is ki fog látogatni a mérkőzésre. Bízom benne, hogy sikerült olyan játékot nyújtani, és olyan mentalitást mutatni a pályán, ami ehhez hozzásegíti a szurkolókat, hogy újra kilátogassanak a szombati mérkőzésre, úgyhogy én nagyon, nagyon bízom benne, hogy újra egy ilyen fantasztikus estét élhetünk majd át. Igen, beszéltem Andriyjal, kérdezett Petriákról, tudom mire képes Iván, láttam játszani még az ukrán bajnokságban, és most is hétről hétre. Úgy gondolom egyre csak jobb lesz, és ami a legfontosabb, hogy magabiztosabb. Mindenki tiszteli, teszi a dolgát, és jól csinálja, amit csinál. Megérdemli, hogy a válogatottban legyen az alapján, ahogy itt játszik. Lőtt pár fontos gólt, de a statisztikák, amik fontosak számomra, azok alapján szerintem ő a legjobb játékos a bajnokságban. Nem tudom, hogy fog-e játszani, vagy sem. Ezt az edző dönti el.
De ahogy elmondtam Andriy Shevchenkónak is, örülök, hogy meghívta Ivánt az ukrán válogatottba. I'm sure, and I explained this situation to Andriy Shevchenko, and I'm glad that he's inviting for the national team of Ukraine. Nem szabad az, hogy megtörténjen, hogy ugye ez a derbi győzelem most akármennyire is elkényelmesítse a csapatot. Erre a vezetőedző fel is hívta a figyelmet, hogy igazából az előző hetek eredményeinek akkor van értéke, hogyha ezt a hétvégi mérkőzést is megnyerjük. Ugye nyilván utána jön egy válogatott szünet, de felhívta a figyelmet, hogy ezzel nem is szabad most foglalkozni, hanem mindenkinek teljes koncentrációval kell a szombati mérkőzésre figyelni.